Na üdvözletem mindenkinek, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban folytatni fogjuk az Online Season című sorozatunkat. Ugye már a harmadik osztályban járunk, és az előző adásban, vagyis hogy részben eléggé érdekes dolog történt, ugyanis nem számolta az egyik mérkőzésnél a győzelmem, aztán utána kirécselt az ellenfelem, és kettő győzelmet adott hozzá, úgyhogy nem értem. Na mindegy, keressük a következő ellenfelünket, azért a harmadik osztály már szerintem keményebb lesz, mint ami idáig volt, és azért szerintem lesznek ám nehéz ellenfelek, úgy gondolom. Aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. Barcelona a következő ellenfelem. Ronaldo 1-0! Második percben megszerezzük a vezetést! Ez az. Itt nagyon okosan visszahúztam. Ronaldo 2-0! 13. percben második gólunkat is megszerezzük. Cristiano Ronaldo révén, így hát 2-0-ra vezetünk. Nagyon jó. Óriási labda. Gól, Neymar. Ilyenkor nem értem, hogy nem érnek oda a védőim. Soha az életben nem érnek oda. Csak állnak, komolyan mondom. Azt izi! Így van. És piros lap. Ki is lépett az ellenfelünk, hát esélye nem volt. Piros lappal főleg nem. Reméljük meg is kapjuk a győzelmet. Megkaptuk a győzelmet, 3 pontunk van ezzel. Nagyszerű szerintem. Úgyhogy mehetünk is a következő csatára. Következő ellenfek ismét a Real Madrid. Jó. Az jó labda. Ronaldo 1-0. Nem érdekel, hogy milyen gól. Szíthattok kommentbe. De csak a biztosra törekszem. Ennyi. Harmadik osztály, nincs mese. Én nem azt akarom, hogy azt mondjátok, hogy oj, most mekkora gólt rúgtál, meg ilyenek. Nem. Megnyerem a mérkőzést, mert megnyerem a mérkőzést, és kész. Ennyi. Engem más nem érdekel. Tök mindegy, hogy szépen csúnyán nyersz. Ennyi. Győzelem az győzelem. Benzema 2-0! Mekkora gól, te jó ég! Ronaldo nem tudott fejelni, és Benzema befejezi. Azt a mindenit. Nem volt egyébként rossz beadás, de Ronaldo valahogy lekésett most róla. De ott volt Benzema is helyettesített. És itt a félidő 2-0-ra vezetünk. Elég magabiztosan, ugyanis az ellenfelünknek még kapura lövés sem volt. Azért az nem rossz. Ronaldo 3-0. Eldölt, és ki is lépett. Köszönöm a mérkőzést. Még egy récs harmadik osztályban. 2 mérkőzés, 2-ször kirézsel az ellenfelünk. Hát ja, ez kemény. 6 pontunk van, ha hozzáadja. És akkor menetelünk is a következő részre majd, nem sokára. Így van, 6 pontunk van, 2 győzelem, 8 hátralévő mérkőzés, ez így nagyon jó. Úgyhogy ennyi lett volna most az epizód. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte. Hogyha esetleg még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot. Én Krisztián voltam, sziasztok!